A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit június 21-én, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először egy beszélgetést láthatnak Balogh Rozáliával, akinek Lélekcsepp teához címmel jelent meg első könyve. Ezt követően a színház kerül fókuszba, adáshiba és mesteremberek bemutató, illetve a Vörösmarty Színház évadnyitója. Most tehát következzék egy beszélgetés a fiatal lírikussal. Nos, kedves nézőink, ahogy jeleztem önöknek, ma egy rendhagyó beszélgetést láthatnak itt a Paletta magazinban. Ennek rövid története is van. Az elmúlt hetekben végre, ugye a koronavírus járvány alaposan megnehezítette a Vörösmarty Társaság szerzőinek dolgát, de megjelent a Vár. Ugye az irodalmi folyóiratról tudjuk, hogy nagyon fontos nekünk, hiszen kiváló szerzők jelentkeznek alkotásaikkal hónapról hónapra. Most azonban különleges lett ez a Vár, mégpedig azért, mert Pémaklári Éva, aki egyébként a Vörösmarty Társaság alelnöke, illetve Bokros Judit kezdeményezésére megszólítottak egy fiatal nemzedéket, egy olyan nemzedéket, akik eddig nem tudtak bemutatkozni ebben az irodalmi folyóiratban, és a Vörösmarty Kuckóban, ami a Grund kávézóban jelentkezik hónapról hónapra, a könyvbemutatón ott voltak ezek az ifjú hölgyek. És ahogy az interjú után egyszer csak egy ifjú hölgy édesapja bemutatott nekem egy varázslatos ifjú hölgyet, akinek a neve nem más, mint Balogh Rozália, és a kezembe kaptam ezt a 13 lélekcsepp teához című, én azt mondom, hogy fantasztikus írásokat tartalmazó művet. És azonnal úgy gondoltam, hogy Balogh Rozáliának, Rozinak itt a helye velünk, a Paletta magazinban. Örülök, hogy megtiszteltél bennünket, és itt vagy. Én köszönöm, hogy itt lehetek. Jól van. Mi köszönjük ezeket, és mielőtt beszélgetnénk azért, hogy a nézők is tudják, hogy mennyire komoly ez a történet, hadd olvassak fel belőle. A toll és az üres papírlap nem csak a kezemhez, hanem a szívemhez is hozzánőtt. Minden mélyről a lelkemből szól, nem csupán csak az agyam kimért és felesleges gondolatokkal teli bugyrából, ahol a szabályok uralkodnak, s rángatják a csuklómat, mint egy marionett bábut. Amikor ezt elkezdtem olvasni, akkor, és természetesen egyszerűen eltűnődtem azon, hogy milyen óriási szükség van azokra a fiatalokra, akik ilyen mély gondolatokkal rendelkeznek, és ezt le is írják. Úgyhogy kezdjük talán azzal, hiszen a Láncos gimnáziumba jársz, hogy honnét jött az indítatás? Mióta élsz, hogy kezdted? Hát először talán másodikas vagy harmadikas koromban kezdtem el a fogalmazásaimban is jobban odafigyelni arra, hogy egy mondatot miként vagy hogyan írok le, úgyhogy talán szórakoztató is legyen, illetve jó. Aztán rájöttem arra, hogy ez nekem nagyon tetszik, az, hogy írni, nagyon ráéreztem, és harmadikas és negyedikes koromra megpróbáltam már egy kicsit a versek felé tekingetni, és elkezdtem verseket írogatni. Visszaolvastam ezeket egy pár hónapja, nem voltam már akkor sem annyira kajla. Igazából látszik még az, hogy olyan gyermeteg az írásom, de már érezhető azokon is, hogy mennyire szeretem ezt csinálni. Kértél tanácsot valakitől? Ki volt az első, akivel közölted, hogy már pedig az írás felé fordulsz abban az értelemben, hogy komolyan veszed? Hát segítséget soha nem kértem. Én mindig úgy voltam, hogy igazából tanulom az iskolában azt a tantárgyat, ami ehhez kell, az alapján valami csak fel tudok magamban építeni.
igazából nem vettem soha komolyan, hogy írok. Mert úgy voltam vele, hogy hát hobbi, csinálok sok mást, iskolába járok, tanulnom kell. Szóval tényleg sosem vettem ezt komolyan. Aztán amikor így a családban elkezdtem megmutogatni először a szüleimnek, majd aztán végül a barátaimnak is az írásaimat, akkor alakult ez ki, hogy elkezdtem még komolyabban foglalkozni vele. Bíztattak? Igen. És kitől kaptál tanácsot arra nézve legalábbis, miután megmutattad, hogy milyen stílust válasz? Hiszen nyilván stílus maga az ember, tudjuk. Egy ifjú hölgynél pedig ez különösen fontos. Hát én nekem az a nézetem, hogy vegyes a stílusom. Tényleg nagyon színes, mindenféle, mindenből van egy kicsi. Most odaadom ezt a könyvet, és bárhol nyitott ki, olvas nekünk fel belőle, kérlek szépen, mert én azt gondolom, hogy a szerző ajkáról megszólaló versek, írások szólnak a legszebben. Bármi jöhet, mert én ugye a garancia az, hogy én magam is elolvastam már. Igen. Szusszanat, mély levegő. Amikor a fények elvesztek, azt hittem szabadságra leltem. Kerestem az örömömet, kerestem a helyem és a pozitivitásomat. Nem találtam meg. Ahogy eldördült a pisztoly és a rövid éles fájdalom elmúlt, valahogy minden elveszett. Lelkem szállt tovább, hogy felkutassa azt, akiért ezt tettem, mindössze azért, hogy újra átkaroljam. A pulzus számom megnőtt, a levegővétel szinte kihívásnak bizonyult, és úgy éreztem, el kell őt engednem. Nem keresett. Ha így lett volna, most már rég velem lenne. De nincsen így. Ismét rab lettem, de ezúttal válaszokat várok. Tudnom kell miért, tudnom kell mit hibáztam. Ha ezt hallod, akkor mondd el. Üvöltöttem. Szívem sajgott, de éreztem, hogy az enyhén maradandó egy elrontott stressz, melyel nem minden esetben lehet mit kezdeni. Viszont fogadalmat tettem. Fogadalmat magamnak, hogy nem adom fel. És ez eszembe jutott. Roskadásomból feltápászkodtam, mély levegőt vettem, majd egyik lábamat a másik után elindultam. Tűröm a fájdalmat, s míg rá nem lelek, nem állok meg. Egy lövéssel az életem még nem ért véget. Mélyen lélegezz. Mélyen lélegezz, mondom én. Igen, hát ebből is látszik, hogy ebben a Lélekcsepp Teához című könyvecskében minden mélység és magasság megvan, ami egy ifjú hölgyet foglalkoztathat. A témaválasztásod ugye azt mondod, hogy sokszínű tulajdonképpen, de mi az alap? Hiszen nem csak írsz, hanem rajzolsz is. Itt a könyvben egy számtalan olyan illusztráció van, ami én azt gondolom, hogy szintén mélyreható, tehát fontos számodra. Mi a fontos számodra? Elsősorban az, hogy az emberek kapjanak egy darabot belőlem. Hogy azt is lássák, amit az arcom takar, ami úgy igazán bennem van. Hogy azt szeretném, hogy lássák azt, hogy nem több vagyok annál, mint aki vicces, kedves, társasági ember. Szeretném, ha egy picit minimális szinten megismernék az én igazi mély érzéseimet, mély gondolataimat, és célom az is, hogy talán elérjem azt, hogy tetszen ez neki. Tetszik, ezt én garantálom, szívhez szóló gondolat. Viszont beszéljünk egy kicsit, hogy született meg ez a könyv. Hát én nagyon szeretek a családomra gondolni minden karácsonykor. Valamelyik évben gitároztam nekik, valamelyik évben lerajzoltam, nem is tudom hány papírt, és úgy voltunk vele, hogy most a változatosság kedvéért kéne valami más. Hát mi legyen? Én eleinte nagyon féltem ettől az ötlettől, mivel én elég szerény vagyok, ami az írásaimat illeti, és az írásaimról, ha szó van, akkor én nagyon szerény vagyok, és így nem minden esetben szeretem őket mutogatni, bár most már ez változott, hála Istennek. És akkor édesapám
tett egy ilyen javaslatot, hogyha van annyi írás, amennyiből egy kisebb kötetet össze lehetne rakni, és szerintem jók, akkor gyűjtsük össze, és alkossuk meg együtt. És akkor ezt követte az, hogy miért ne rakhatnánk mellé rajzokat is, hisz abból is van egy csomó. Így hát összegyűjtöttünk 13 rajzot, 13 írást, és akkor ebbe a kis kötetbe sűrítöttük össze. Megerősítést jelentett, mert nincs kétségem felőle, hogy nagy sikert arattál. Megerősítést jelentett számodra a fogadtatása? Igen. Kinek mutattad meg először? Tehát nyilván a család kapta értelemszerűen, de azon túl. Hát, ha erre emlékeznék. Ha nem, nem baj. De bíztattak? Tehát igen. Milyen visszajelzéseket kaptál? Mindenki le volt nyűgözve. Elhinni sem akarták körülbelül, hogy ez egy ilyet létre tudtunk hozni. Mindenki el volt varázsolva, hogy a rajzok, az írások, és hogy az egész kötetnek a megjelenése maga is olyan... Jó kézbe venni. Nem igen. Vitás. Nem vitás. Hogyan tovább? Nincs kétségem felőle, hogy folytatod. Igen. Főleg most, hogy már egy ilyen nagyobb szintre tudtam lépni. Most megvárom, hogy kiforja magát. Az, hogy most már így plusz egy körben is ismertettem a kis kötetemet, az írásaimat. Most megvárom azt, hogy a sors mit vet elém ezzel kapcsolatban. Nincs kétségem felőle, hogy nagyon sok ötleted lesz és gondolatod, amelyet aztán míves formában elénk társz majd. Viszont ugye ez a felgyorsult világ hozza azért az ihletet, nincs kétségem felőle, e felől sem. Az, hogy a vár az sokat segített valamelyest, hiszen azért tudjuk, hogy neves szerzők is írnak a várba. Igen. Tehát tulajdonképpen jó úton jár a vár szerkesztősége is, hogy nem csak az úgymond nagymenő József Attila díjas írók, költők szerepelnek benne, hanem ez a fiatal korosztály. Az jó, hogy ti így együtt vagytok, tehát nem vagy magadra hagyatva, ha úgy tetszik. Sokkal jobb így. Szoktatok egyébként beszélgetni az írásról? Mármint ki hát, kell. Hogy ki miként nyer indítatást egy-egy költeményre, versre? Még nagyon nem tudtunk így összeülni az iskolán belül, de amiket a többiek elmondtak a kötetnek a kis bemutatóján, ugye a várfolyóiratnak a bemutatóján, mindenki azt mondta, hogy ők is az érzéseiket szokták felhasználni. Nagyon. Esetleg a dühüket, bánatukat, minden ilyesmi. No, akkor búcsúzunk azzal, hogy én felolvasom egy írásodat, ami azt gondolom, hogy mindenkihez közelít. Hiszen te is egy kérdéssel kezded, Albrecht képek az életről. Hogy mit gondolok, hogyan közelítem meg, nem nehezen és nem bonyolultan. Manapság minden szinte a rohanásról szól, az emberiségnek az élet túl természetes, ezért nem is foglalkoznak azzal, hogy vesznek levegőt, mozognak és dolgoznak. Eléggé mindegy az, hogy a következő nap mit hoz, lehet az maga a halál vagy az élet folytatása. Sosem lehet tudni, mi következik, ez az egész egy be nem mutatott film, csupán az előzetesekből lehet következtetni arra, hogy marad-e a hely a léleknek itt közöttünk. Nos, én miközben megköszönöm, hogy megtiszteltél bennünket, bizonyos lehetsz benne, hogy a léleknek van helye itt közöttünk, és én köszönöm szépen, hogy ezzel is, meg a további alkotásaiddal hozzásegítesz bennünket ehhez. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk a Paletta magazin. A Vörösmarty Színház a Játékszínnel közös kóprodukcióban mutatta be Szakonyi Károly darabját, az Adáshibát. A korszakos mű Bagó Bertalan rendezésében került színre. Ki volt az? Megint valami pasas, valami horgász. Honnan tudod, hogy horgász? Ja, hazadom. És szakállas. Kerekfejű szakállas. Mit nézel? Elinor Planet. Oh. Elinor Planet? Anya. Ebben volt az idegesítő hangú nő. Még beszélni se tud.
A boldog család miközben legkisebb fiúk Imrú születésnapjára készül, televíziót néz, s annyira elmerül a műsor szemlélésében és azokban az érzésekben, amelyeket a látottak idéznek fel, hogy nem csak magában a családban lejátszódó életbevágó eseményeket képtelen befogadni és megérteni, de még az albérleti szobájából átlátogató Jézus Krisztus sem ismeri fel. Már ebből a rövid leírásból is megérthetjük, Szaponyi Károly nem nevel, nem elítél, nem kioktat, hanem már 1970-ben is azt és úgy írt, ami akár otthon nálunk is megtörténhetett volna. Boldog a család főszerepében Gáspár Sándort köszönhetjük. Fia! 18 éves lettem. És? És? Mit tudom én, mit mondok már? 43 éves. Nem kell rászoktatnod a dohányzásra. Na, megint a négyenek. A felesége akarja rászoktatni a dohányzásra, csak azt akarom, hogy érezze. Szóval, hogy érezze. Na hát, és ez egy tábornok, ez a néger. Hát meghallja. Az a félelmetes ebben a szerepben, hogy miközben a néző betegre neveti magát, látva akár a boldog ostobaságát, és rálátva erre a kisemberre, a túlélőre, erre a szerencsétlen életre, de a boldog véleményem szerint ebben nem lát önmagára, és ő a maga által, illetve a társadalom által kínált létezésben tökéletesen el van. Szakonyi Károly olyan kivételes beleérzéssel, dramaturgiai tudással, megjelenítő ábrázoló képességgel beszél a világról, olyan eleven erővel idézi meg zavaró felhangok nélkül egy kispolgári család viszonyrendszerét önmagához, hogy Zsúrs Kati nem véletlenül lubickol szerepében. De hogy ott mennyi bóbli, valami ott nincs, ott nincs is. Egészen jól mozog. Ha láttad volna, hogy én hogy tudtam rákendrolozni? Én láttam. Ez egy lubickolós szerep, igen. Igen, abszolút. Játszottam már Szakonyi darabban, egy két személyesben, a két nőben. Ezek lubickolósok. Ő valahogy annyira érzi a nőket, és rossz véleménye van a férfiakról, az az érdekes. Úgyhogy nagyon jó szerepeket ír a nőknek. Varga Lili Saci akár lehetne csacska kirakat baba is, de nem. Ő egy olyan ívet ad, ami figyelmeztet, hogy bár megélhetünk a magunk választotta idézőjeles eredetiségben, de ha érdektelenek vagyunk, nincs menekvés. Isten bizony, ez Róma, azért nem megismertem. Tényleg, Róma, na hát, ez melyik csatorna, mi voltunk Rómában? A Discovery Channel, mondtam, hogy Róma, rögtön megismertem. Via Veneto, Róma, nyár, azok a színek. Aj, a Via Veneto, mi? Nézd, ez az az utca, ahol a WC volt. Csak úgy egy kis palánka lelkerítve a piszuár. Te mondtad még, hogy ott csak úgy. Saci nagyon sok mindent tud, és igazából számára többiek értetlenek. Tehát ő benne ez a nagyon izgalmas szerintem, hogy legalábbis nekem is az volt, hogy már pedig nem ő tud mindent, mindenki más értetlen, és mindent, tehát hogy neki kell ezt rendbe tenni és megfejteni. A megtört, megváltó egy olyan valaki archetípusa, aki több, mint egy jó ember, aki egy eszmét hordoz, olyan, aki világossá teszi, mivel szemben történnek a dolgok, aki egy eszmét hordoz, aki vízből bort csinál, de hiába. Ezek baromi jó képű pasik voltak, úgy emlékszem. Te akkor még nem is éltél, Vanda. Döntszik, értesem? Én sem. Ja, hát nem kérek tőle, köszönöm, nem akarok meghízni. Tartom a 86 egészségét. Na, ha senki nem eszik, akkor anya, pakozd le a tányérokat és hozd a... Mi is van még? Tiramisú. Imrus, tiramisú csináltam. Óriási, nézzétek, nyílik az ajtó. Az egyik pár kimászott, most mászik a létrán. Nem is látni az arcukat. Nagyon érdekes, hogy még most is van aktualitása. Én ugye emberfit játszom ebben a darabban. Gyakorlatilag aki egy picit így rávilágít, vagy ő rajta keresztül világít rá a darab arra, hogy mennyire nem figyelnek ezek az emberek gyakorlatilag semmire. És hát sajnos ez időtálló lett, mint kiderült, ugye 50 év múlva is. Ugyanígy elmegyünk egymás mellett, ugyanúgy nem figyelünk egymásra. Nagyon érdekes ebben részt venni, és nagyon érdekes és szomorú sajnos ezt belátni. Bagó Bertalan rendezése a Játékszínnel koprodukcióban megszületett darab megerősít, és egyben groteszk hangvételével ráébreszt életünk kiüresedésének veszélyeire. Nevetésre sarkal, de egyben figyelmeztet is, hogy az információ áradat akár a börtönünk is lehet.
nagy sikere volt a Szabad Színházban a Knutzon Mesteremberek című darabjának. A helyzet komikumra épülő drámát Nagy Judit rendezésében láthatták a nézők. Eszközökre vonatkozó erősállomó szabályzat előírja a megfelelő dokumentációt üzembehelyezés előtt. Na most, ha valaki egy ilyen eszközt épít be oda, fönn és azt használni is akarja, hát akkor szükség van a megfelelő ellenállásmérést egy méggerrel, máskülönben egy nagyon hasznos dolog fog hiányozni a házból, ugye? Knutzon darabjában a Mesteremberekben egy értelmiségi művészházas pár nyugodt, szép otthonra vágyik, helyesebben Alice a feleség vágyik erre, míg Manfred a zenész fér csendes beletörődéssel viseli a megpróbáltatásokat. Ám az építkezés befejezésének határideje mindig módosul. Elromlik valami, vagy talál valaki egy újabb hibát, más problémák sosem oldódnak meg. Viszont újra és újra fizetni kell. Nagyon élveztük a próba folyamatot, nagyon sokat nevettünk közben, nagyon jól éreztük magunkat. Azt gondolom, hogy ez mindenkivel előfordult már életében, hogy egy ilyen építkezés vagy egy felújítás kapcsán már minden lehetséges pohár betelik nála, és csak arra vár, hogy vége legyen ennek az egésznek. De azt gondolom, hogy szimbolikus is a mű, hiszen sokszor mondják az álomfejtők is, hogy a ház az az életnek, az egész életünknek a szimbóluma, az egész életházunknak a szimbóluma, és gyakorlatilag hányszor kerülünk naponta olyan helyzetekbe, amikor madárnak néznek bennünket, és hány emberrel esnek meg hasonló dolgok. Tehát azt gondolom, hogy a nézőknek ez az aha élmény, amikor együtt tudnak velünk jönni ezzel a történettel, időnként egy kiszakadó nevetést hoz, mert mindannyian átéltük ezeket a dolgokat, vagy átéljük naponta. Nem bírom tovább. Nem kész. Aludni akarok. Meg akarok halni. A Mesteremberek részben kontárok, részben csalók, esetleg csalók és kontárok is élükön az építésvezetővel, aki a házból folyamatosan kilopott anyagot más építkezésekre hordja. A darab ízig-vérig mai tapasztalatokból merít, de ezeket nem realisztikusan mutatja meg, hanem alapvetően bohózati síkon tálalja. Ez tényleg egy olyan előadás, amiben az ember felismerhet bizonyos szituációkat és élethelyzeteket, amiben esetleg benne volt, főleg azok, akik ugye már próbáltak felújítani bármilyen ingatlant, vagy vásárolni. Hát és igen, tele van helyzetkomikumokkal, ami nekem egyébként személy szerint új volt, mert ennyire helyzetkomikumokra épülő darabban még nem volt szerencsém részt venni, úgyhogy tök jó, hogy kipróbálhattam csomó új technikát, meg hát persze fárasztó dolog, azért egy óra 40 perces az előadás körülbelül, majdnem végig a színpadon vagyok, azért elfárasztja az embert, de közben meg fel is tölti, hiszen a nézők annyira jönnek velünk ebben az előadásban, hogy az ő energiájuk így vissza is tölt minket a végére, szóval ez egy ilyen kellemes fáradtság, amit érzünk így egy-egy előadás után. Nem megy sehova vissza! Nem megy! A darabban a váratlan fordulat, mikor az egyik mestert, Manfred véletlenül megöli. Innen a darab és az előadás akár el is emelkedhetne egy vadabb, szürreálisabb, abszurdabb stílus mentén is, hiszen a Mesteremberek egyre fogynak. A gondatlanságból elkövetett emberölést hirtelen felindulásból elkövetett emberölés, az pedig előre megfontolt gyilkosság követi, de a hangsúly továbbra is a szituáció humorának kiaknázásán van. Lubickoltam benne, nagyon tetszik ez a szerep, szeretem játszani. Itt tényleg megvalósulhat az, amit a lakásfelújítás során én is megfordítottam többször a fejemben a Mesteremberekkel kapcsolatban, úgyhogy ezért is hívjuk egy ilyen traumafeldolgozó színháznak, és szerintem a közönség is ugyanezt éli át. A legszebb vágyaik teljesülnek ilyenkor. Kijönnék azon az ajtón, és így oda pillantálni. A színészek nem építenek bonyolult karaktereket, és nem ábrázolnak pszichológiai folyamatokat. A tipizált alakokat, sablonokat egyénekre bontják. Glenn szerepében Szabó Miklós Bence előbb Simlisnek, majd Simlis kontárnak, később pedig egészen pofátlan csalónak mutatja be a munkavezetőt.
Amikor mi rátaláltunk erre a darabra, akkor tudtuk, hogy ez egy ilyen tuti biztos, úgymond ilyen siker lehet, hiszen hát felújítással, meg mesteremberekkel az, ami neki találkozott itt Magyarországon. És hát be is igazolódott ez a feltevésünk, mert hogy így is lett, és mindeközben pedig a társulat különböző tagjainál, különböző helyeken, fürdőszobában, itt-ott-amott, mindenhol zajlottak felújítások, úgyhogy mindenkinek volt közben saját élményanyaga is ezekkel kapcsolatban, amiből ugye plusz ihletet lehetett ehhez az egészhez meríteni. És ez az érdekes az egészben, ugye ez nem egy magyar szerzőnek a műve, ha bár úgy tűnik kívülről nézve, hogy mindenki azt gondolja, hogy ez csak Magyarországon fordulhat elő ezekkel a mesteremberekkel, de ez egy dán darab, és nagyon sok mindent nem kellett hozzárakjunk, nyilván van egy-kettő személyes élmény, ami még benne van, de hogy úgy tűnik, hogy Dániában is hasonló munkaintenzitással dolgoznak ezek a bizonyos mesteremberek. Úgyhogy így teltek a próbák, már az olvasó próbán is nagyon jól szórakoztunk, aztán utána jött egy pandémia, és akkor a pandémia alatt próbáltuk ezt így fejleszgetni, és már nagyon-nagyon vártuk a bemutatóját, hogy ezt be tudjuk mutatni. A produkció humorának elsődleges forrása az eseményekre reflektáló színészi gesztus, a mimika és a hanghordozás. Az előadás nem lép ki ön medréből, többet jelent önmagánál, majd ráébreszt. Nem arról szól, hogyan lesz az igézőben egy bohózatból valami más, sokkal inkább arról, milyen frenetikus élmény, ha a Szabad Színház színészei bohózatot játszanak. Zenés évadnyitóra várta a közönséget a Vörösmarty Színház vezetése és társulata. A hangulatos rendezvényen Szikora János beszámolt az új évad történéseiről. Újult erővel, hittel és az ökkenőmentes teljes évadba vetett bizalommal kezdi a 2022-23-as színház évet a Vörösmarty Színház társulata. Az újrakezdés élményét a fehérvári színházbarátokkal ünnepelte a társulat rendhagyó módon a teátrum előtt egy egyedi zenés műsorral. A Színház Szerelem Szeretem produkció sokakat vonzott, hiszen a kultúrára éhes közönség végre részesülhetett a régóta várt élményekből. A könnyed kavalkád előadói Varga Gabi és a Gabi Kvart együttes Andrási Máté, Kovács Tomás, Ladányi Júlia, Váradi Eszter Sára, Kerkai Rita, Ballér Bianca, Keller János, Kricsár Kamil, Krisztik Csaba és Kozári Ferenc voltak. A műsort követően Szikora János igazgató multidéző gondolatsorában kitért a színházépítés időszakára, és tájékoztatást nyújtott az új évet darabjairól is. Ez a füzet, amely a következő évadnak a műsorát tartalmazza, nagyon színes, kívül is, belül is. De színes, ami benne van, a műsorterv is. Azt mondom, hogy színes, ez mit jelent? Az azt jelenti, hogy sokszínű. De fogalmazhatok úgy is, sokszínű, az sokféleséget jelent. A mi színházunk is, én erre büszke vagyok, sokféle dolgot játszik. Játszik vidámat, játszik szomorú, játszik klasszikus, játszik kortársat, és mindegyiket a hozzánk erőnkhöz, tehetségünkhöz képes a legmagasabb színvonalon szeretnénk a fehérváriaknak bemutatni. A találkozón Szikora János bejelentette, hogy az új évadban a Balettszínház és a szimfonikus zenekar összefogásával egy közös projekten mutatkozik be a három művészeti ág. Minden évben igyekszünk valami meglepetés, valami olyasmit létrehozni, ami idáig még nem volt. És elmondhatom önöknek, hogy, és ez a füzet ezt nem tartalmazza, hogy a következő évadban vár önökre egy egészen különleges előadás. Egy olyan előadás, ami tulajdonképpen annak az összefogásnak a jegyében született, hogy Fehérvárnak nem csak színháza van, amire büszke lehet, hanem immár lehet, van egy saját balettársulata, és van egy komoly művészi múltra visszatekintő szimfonikus zenekara. A műsortervet Bagó Bertalan művészeti vezető és Horváth Csaba fizikai színház tagozatvezetője ismertette. A nagy színpadot októberben Shakespeare Julius Cézárja nyitja, novemberben bemutatkozik a Játékszínnel kóprodukcióban készült adásiba, szintén Bagó Bertalan rendezésében. Decemberben Forgács Péter rendezi meg a Beatles.hu című zenés darabot. A Kozák András stúdióban Álbi, Nem félünk a farkastól drámáját Cukor Balázs viszi színpadra,
a Pelikán fészekben, Lőrinc Zsuzsa rendez, a Petőfi Rockot a fiatalok részvételével. Októberben érkezik a nyár Weingarten tollából Mornágér Romora rendezésében, novemberben Szőcs Géza, Te mentél át a vízen című darabjának ad otthont a Pelikán. A legnépszerűbb előadások természetesen továbbra is műsoron maradnak. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.